Idén is tartottak rokkkarácsonyt Kézdivásárhelyen. A kétnapos rendezvény célja, hogy teret biztosítson az erdélyi élőzenének és a dalszerzésnek, illetve hogy fiatal tehetséges gyerekeket, gyerekzenekarokat kutasson fel. Az idei fesztiválon összesen 10 erdélyi és magyarországi zenekar lépett fel. Az erdélyi magyar minőségi rockzenéért, ezzel a mottóval szervezték meg a 9. rockkarácsonyt Kézdivásárhelyen. Már a rendszerváltás után a helyi zenekarok a karácsony előtti napokban összejöttek egy kis örömzenélésre. Hagyományteremtő szándékkal azonban 2009-ben indult útjára az erdélyi élőzenének és a dalszerzésnek teret biztosító kétnapos rendezvény. Valamikor úgy gondoltam, hogy a legjobb módja annak, hogy megmaradjunk itt Székelyföldön, mutassuk meg, hogy van saját zenénk, hiszen minden résztvevő zenekarnak saját karácsonyi rocknótát kell írni, és 2 saját nótát. A fesztivál célja a találkozás mellett a fiatal tehetséges gyerekzenekarok felkutatása, így idén is ők csaptak elsőként a húrok közé. A rockkarácsonyon sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, csíkszeredai, marosvásárhelyi, budapesti és paksi együttesek mutatkoztak be. Összegyűl a magyarság, mert a rockzenét életbe tartják, fenntartják, szerintem ez egy nagyon szuper dolog, amit létrehoznak. A dallamos magyar rockvonalat képviselők mellett a poprockot vagy bluest játszók is hangot adtak a bennük levő lázadó érzésnek, de a kemény metál is előtört a rock karácsonyon. Hangosítás zseniális, tehát a mi időnkhöz képest ez egyszerűen elképesztő. És jó, és a fiatalok tényleg nagyon jók. Csak arról énekelek, amit igaznak hiszen. A résztvevők a rockkarácsony záró napján közösen énekelték el a fesztivál himnuszát, a Piramis Együttes Ajándék című számát.